Jó reggelt kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Én Kálmán Tibor vagyok, a város alpolgármestere, és csak szeretném megköszönni, hogy az idei évben is ilyen sokan kijöttek Dánfokra, hogy együtt dolgozzunk, hogy egy kicsit szebbé tegyük a tábort. Igazából most kérdeztem, próbáltam egy kis sugást kérni, hogy hanyadjára vagyunk itt. Én olyan tizedikre emlékszem. Voltunk már itt nagyon hidegben, esőben, meg egy szál pólóban is. Most kegyes hozzánk az időjárás, a levelek is szárazak, tehát jóval könnyebb lesz összeszedni őket, meg reméljük a nagy zsákokat is elbírjuk, és találunk olyan erős fiatal embereket, felnőtteket, akik ezeket majd föl is bírják emelni a kocsikra. Én csak jó munkát szeretnék kívánni mindenkinek, és a gyakorlati dolgok kapcsán át is adom a szót Hegyesi Szilárdnak, aki a apró feladatokat el tudja mondani, és be tudja osztani önöket, hogy ki milyen munkát tud és szeretne végezni ma. Én is szeretnék üdvözölni mindenkit, és köszönni, hogy ilyen sokan eljöttek idén is. Hát van mit csinálni, van teendő. Többféle feladat lesz idén is, mint az elmúlt évekhez hasonlóan. A kisebb csapatokkal kezdeném. Szeretnénk egy olyan 6 fős, 6-8 fős csapatot, amik kertészkednének. A kisfák meg a virágos kerteket kellene egy picit rendbe rakni. És nagyon gyakorlottak tűnik ezek a mozdulatok. Nem véletlen. Nem véletlen. Hát, akinek kertje van, az tudja, hogy mit kell csinálni. Kellene egy olyan 10-12 fő festős csapat, aki hátul a körépületnél a párkánydeszkákat festené körbe. Ezek nem magasak, létrát nem igazán igényelnek. Valamint kellene egy olyan 15 fő hátra a faházakhoz, itt a kollégák meg fogják mutatni, hogy mely faházakat kell festeni. A többi csapat két részre osztana, a nagyobb része az maradna itt ezen a felső területen, a kisebbik csapat egy olyan 30 fővel levonulna a vízpartra, és a vízparti részt rakná rendbe. Mindenhova kihelyeztünk kesztyűket, szerszámokat, tehát elvileg mindent meg fognak ott találni, valamint találnak ásványvizet is, és fogyasszák egészséggel. A város közösségeinek egy páratlan összefogása jellemző itt a város életében és a táborban is minden évben, amely során egy ilyen közösségi összefogással maga a tábor rendbetétele történik. Hát nem feltétlenül elmaradt feladatokról van szó, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a levelek azok ősszel hullanak le, és ezeket a leveleket ilyenkor tavasszal lehet összeszedni, összegerebjézni, egy kicsit rendbe rakni, parkosítani a részeket, tehát egyrészt ilyen típusú munkák folynak, másrészt pedig ugye a faházak esetében, a körépület esetében festészeti munkák, illetve hát tavasszal most van ideje a kertészeti munkáknak is, tehát egy kicsit a virágos kertek, a fák rendbehozatala is történik, nem beszélve a strand partjáról szintén. Körülbelül hány ember? Pontos létszámadatunk nincs, ezt majd a rendezvény végén fogjuk tudni megmutatni, hiszen minden évben, előző években is, így ebben az évben is egy-egy békés kártyát szeretnék majd köszönetképpen átnyújtani a résztvevőknek. Becslésünk szerint több mint 200 fő van jelen.